Sziasztok! Üdvözöllek titeket a fürdőszobámban. A mai téma a beauty lesz. Ugyanis a topmodellektől nagyon sokszor meg szokták kérdezni, hogyan őrizzük meg frissességünket, szépségünket. Nem fogom nektek még egyszer elmondani, hogy igyatok sok vizet, és hogy legalább aludjunk 8 órán keresztül, hiszen ezt már nagyon sok magazinban és nagyon sok más lánynak a szájából hallhattátok. Viszont helyette megmutatom nektek, mik az én kedvenc beauty termékeim, és mik azok, amit a mindennapokban használok. Kezdjük akkor az arcápolási termékekkel, azon belül is pedig a kedvenc arctisztító szappanommal. Ez pedig az Osmosis Purify nevű tisztító szappana, amit a New York-i kozmetikusom ajánlott nekem, aki egyébként hozzáteszem magyar. Milyen véletlen, nem, hogy pont New Yorkban is egy magyar kozmetikus találtam. Ez egy enzimes, kivonatos tisztító, amit éjszaka is és nappal is szoktam használni. Minden problémás bőrre ajánlatos, tehát száraz bőrre, olajos bőrre, sőt, megmondom őszintén, hogy nekem, amikor egy kicsit kipattogzott a bőröm 2 évvel ezelőtt, ezt ajánlották, és ez volt a legjobb tisztító szappan, ami szinte eltüntette az összes bőr problémámat. Úgyhogy ezt nagyon ajánlom mindenkinek. Arctisztítás után az Erboriannak szoktam használni, hetente körülbelül 2-3-szor az arcra dírját. Megmutatom nektek, amit itt Magyarországon a Marionó üzleteiben találhattok meg. Megmutatom nektek szép kis élénk színét. Egyébként nagyon finom szemcsés, ezért merem hetente többször is használni. Finom az illata is. Szeretem egyébként a klasszikus, nem túl kombinált termékeket. Így nem is meglepetés, hogy a Dove-nak például ezt a Deeply Nourishing tusfürdőjét szoktam használni, amit nem kell különösebben bemutatni, szerintem tudjuk, hogy jó az illata, tudjuk, hogy hidratál és véd a bőrkiszáradás ellen, nagyon szuperül habzik, és egyébként kiskorom óta ezt használom. Tusfürdő mellé alkalmanként még szoktam testadért is használni. Ezzel a termékkel, amit szintén a Marionóban találtok meg, és egyébként szuper áron lehet kapni, a Cosmo Beauty Awards-on találkoztam először, ugyanis tavalyi évben ő szakmai díjat kapott, én pedig szakmai zsűriként vehettem részt, és így vált az egyik kedvencemmé. A sminklemosáshoz és vattás arctisztításhoz egy bioderma terméket szoktam használni, amit itt Magyarországon patikákban, gyógyszertárakban tudtok megvásárolni. Ez a termék egy olyan trükk, amit sminkesektől lestem el, ugyanis a karrierem kezdete óta ezt használom a sminklemosáshoz, és igazából szerintem minden nagy sminkmester ezt használja. Arckrémből nem szoktam külön nappalit és éjszakait használni, csak egyetlen egyet, de ehhez 2 különböző szérumot viszont igen. Szóval ez a 3 termék ugyanabból a márkából, illetve ugyanattól a doktornőtől származik, dr. Barbara Sturmtól. A krémből a bőrtónus kiegyenlítőt szoktam használni, nappalra erre egy nyugtató szérumot szoktam föltenni, éjszakára pedig a hialuronsavasat. Pár évvel ezelőtt a Shiseido arca lehettem, és sikerült megismerkednem az ő termékeikkel. Az egyik nagy kedvencem az Arckmas családjuk, amit sokszor utazás után, illetve munka előtt szoktam föltenni az arcomra, ugyanis 15 perc alatt ragyogó hatást lehet vele elérni, kisimítja a kisebb ráncokat, a sötétebb szem alatti foltokat, és konkrétan úgy tudok menni dolgozni egy 8 órás repülő út után, mintha 10 órát aludtam volna. Ezeket a termékeket nagyon-nagyon imádom. A következő a szemkörnyékápolás, amiről szeretnék beszélni, méghozzá a Tata Harper-nek a termékeiről, amivel barátnőm által ismerkedtem meg. Ha jól tudom, ezeket Magyarországon online meg tudjátok rendelni. Én kint New Yorkban több üzletben is szerencsére el tudom érni. Viszont nagyon ajánlom, mert természetes alapanyagai vannak, és illóolajokkal is dolgoznak együtt. Ezt a zöldet szoktam nappalra használni, ez egy kicsit erősebb, őt éjszakára szoktam föltenni. A nappali az állagából kiindulva smink alá is befér, tehát nem lesz ragacsos, szépen el lehet utána használni az alapozót is felette. Az éjszakai krémet
pedig egészen még a szemhéjamra is fel szoktam tenni, illetve a szájkörnyékre is ajánlom, mert a hidratálása egészen földuzzasztja az ajkakat egy éjszaka alatt, miközben megszabadít a kisebb szarkalábaktól és a sötétebb foltoktól. A kedvenc parfümömet itthon Magyarországon is be lehet szerezni, de ha jól tudom, csak nagyon kevés helyen. Az a neve, hogy Molecule, és méghozzá az Eccentric Number 2. Ez egy citrusos illatú parfüm, de a Molecule termékcsaládnak az a különlegessége, hogy kémiai reakcióba lép a bőröddel, így mindenkin külön, egészen egyedi illatot képez. Ami azt jelenti, hogy amit te rajtam meg fogsz érezni, valószínű soha többen senki máson nem fogod érezni. Így, hogyha tudod, hogy milyen az illatom, és valaha még egyszer megérzed, akkor azt is tudod, hogy Malik Enikő a közeledben van. A kedvenc alapozom egy koppenhágai dán márkától származik, az a nevük, hogy Tromborg. Különlegessége ennek az alapozónak, hogy egyébként nem krémes állagú, hanem por, úgyhogy ne lepődjetek meg, mert ez nem egy púder, hanem egy őrölt ásványi anyagokból összetett alapozó, aminek van egy természetes csillogása, amit manapság mások csak highlighterrel szoktak elérni. Jár ehhez egy ilyen tömzsi kis ecsetke, amit sikerült valahogy ott felejtenem New Yorkban, azzal szoktam felvinni a bőrömre, és amellett, hogy kiegyenlíti a bőrhibákat, és a bőr teljesen, a bőrszint teljesen egyenletessé teszi, mondom, megadja ezt a highlight, tökéletes csillogást és fényt is. Yves Saint Laurent-nak használom az All Hour korrektorját, amit egyébként egy sminkestől kaptam ajándékba, és annyira megszerettem, hogy azóta folyamatosan ezt vásárolom. 16 órán keresztül nagyon tartós, és igazából az én titkom, vagyis az én trükköm az, hogy a korrektort az alapozó tetejére szoktam rárakni, és úgy valahogy jobban tart. És a színe is jobb marad, és tényleg nem jön le. Tényleg el nem mosódik el. A piros újtóktól távol szoktam magamat tartani, méghozzá azért, mert nekem már eleve akkora arccsontjaim vannak, hogyha erre még egy pici pirosat is tennék, úgy néznék ki a végén, mint egy matrióska baba. Úgyhogy megtaláltam a tökéletes terméket, ami nem is egy bronzosító, hanem a Chanelnak a Le Beige nevű terméke, ami igazából egy félhold alakú ilyen fele-fele, hát mondhatjuk, hogy egyébként pirosító, kontúr, bronzosító, de egy nagyobb ecsettel, pont ide a kontúrvonal és az arc almája közé szoktam fölvinni, amitől igazából egy egészséges, ilyen, tudjátok, piros posgás, éppen hogy a napra sütött hatást tudok elérni. Ami számomra tökéletes, és tényleg évek óta ezt használom. A nagyon szőke szempilláimat csak éppen, hogy megfesteni szeretem, nem szeretem őket dúsítani, és utálom, hogyha a szempillaspiráltól összecsomósodnak. Ezért használom a Clinique-nek a Lash Power maszkaráját, amiből egyébként barnát és feketét is szoktam vásárolni. A titka pedig az, hogy ő vízlepergető, úgyhogy egy kis könnyet is megáll, egy kis medencét is megáll, egy kis esőt is megáll, és a lemosásnál szinte lemorzsolódik a szempillákról, nem pedig elkenődik. A szemöldökömet a MAC legvékonyabb szemöldök ceruzájával szoktam kontúrozni, és ennek is én személy szerint a legvilágosabb színét használom. Azért szeretem, mert jól oda lehet nyomni, anélkül, hogy egyébként túl tudnád festeni, túl tudnád sötétíteni a színeket, és a hátuljában van egy kis kefe is, amivel utána a végén el tudom oszlatni, és fantasztikusan természetes a hatása, tehát nappalra is ajánlom, nem csak az esti randikra. Egy pillanatra kitérnék a testápolásra, és ismét megemlíteném azt, hogy a klasszikus termékeknek vagyok a híve. Így a Nivea-nak ezt a kék tégelyes krémét használom testápolásra is, és kézápolásra is. Egyébként imádom, hogy fém tégelye van, mert utána ebbe akár még egy kaktusz is bele lehet ültetni. Nemrég ismerkedtem meg a Sisley hajtermék családjával, amit, hogyha jól tudom, a tavalyi év során kezdtek el forgalmazni Magyarországon is. Kedvencem pedig ez a Travel Size utazókit, amiben található egy sampon, egy balzsam, egy maszk és egy olaj.
Ezek közül is a hajolaj a kedvencem. Egész életem során az összes olaj közül, amit kipróbáltam, ez vált be a legjobban, ugyanis egyből puhává, kifésülté, hidratáltá és sejmessé, fényessé varázsolta a hajamat, amit nem sokszor láttam máshol. Úgyhogy ez is a kedvenceim közé tartozik. Tudom, hogy sokszor mondtam, hogy a kedvencem, de végül is ez a videó a kedvenc beauty termékeimről szólt. Remélem, hogy nektek nagyon tetszett. Iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, és a jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!